A járványhelyzet miatt bezártságra kényszerült emberek között vannak, akiket ez az elzárt időszak kreativitásra sarkal és inspirál. Hogy az így született művek ne vesszenek a feledés homályába, Művészetbe zárva címmel hirdett pályázatot a Salgótereni Rendezvény és Média Központ. A bezártság hatását tapasztalta magán is Kántor Müller Zsófia, a Média Központ kulturális szervezője, aki kiötlötte, hogy hirdessenek művészeti pályázatot a városlakók számára. Főiskolára járok és óvónőnek tanulok, és miközben készítettem a beadandóimat, mert már most is rengeteg kézműves dolgot kell csinálnunk, rajzolni, festeni, azt vettem észre magamon, hogy ez az itthonlét nagyon furcsa energiákat mozgat meg bennem, és sokkal több az ihletem, egészen más dolgok születtek a kezem alól, és az jutott eszembe, hogy mit hozhat ki ez a helyzet olyanokból, akik ebben valóban tehetségesek, akik ebben sokkal kompetensebbek, és így született meg ez az ötlet, hogy mi lenne, ha kírnánk egy pályázatot, ahova olyan alkotásokkal lehet nevezni, amik a veszélyhelyzet alatt készültek. Ez volt az alapötlet, és ezt gondoltuk tovább a munkatársaimmal, és így született meg a Művészetbe zárva ötlete. És így megkérdettük ezt a pályázatot, ahova lehet jelentkezni fotókkal, képzőművészeti alkotásokkal, és külön a gyerekeknek is írtunk ki egy kategóriát, mert azt gondolom, hogy őket is megérinti ez a helyzet, és szerintem a művészetben ki tudnak ők is teljesedni. Ezért őket is várjuk, hogy jelentkezzenek erre a pályázatra. A pályázat pontos kiírást megtalálják a honlapunkon, a közösségi oldalainkon, és várjuk, nagyon várjuk az alkotásokat, érkezzen minél több. A beérkezett művekből a rendkívüli időszak után szeretnének egy kiállítást nyitni, melyen méltóképpen megünnepelhetik a városlakók összefogását, és lezárhatják ezt az időszakot. A pályaműveket május 1-ig várják felnőtt és ifjúsági, illetve gyermek kategóriában a titkárság@salgóremek.hu e-mail címre.